Nagy tiszteletben köszönöm minden kedves megjelentett Csetei Községi Önkormányzatának képviselőtestületi ülésén. Megállapítom, hogy a testület határozatképes, egy fő képviselő hiányzik. A mai napirendi pontjaink a következők lesznek. Első napirendi pont a polgármesteri beszámoló és a lejárt határidői döntésekről. Államháztartáson másik napirendi pont, államháztartáson kívüli pénzeszköz átvitás átvétel szabályozása. Harmadik napirendi pont, köztisztviselői illetmény alap megalapításáról szóló rendelet megalkotása. A negyedik napirendi pont, Kovics Erkastély délkeleti szárnyának pince felújítására két pályázat elbírálása. Az ötödik napirendi pont, a közmeghallgatás időpontjának meghatározása. Hatodik napirendi pont, Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése. Hetedik napirendi pont, beszámoló helyi adómértékekről. Nyolcadik napirendi pont, egyéni támogatási kérelem, 9. napirendi pont, az pedig a vegyes ügyek. A vegyes ügyekbe érkezett is már egy javaslat, Skurna Varga Diana a polgármester asszonytól, az a Mikulás Csomagnak a kérdés a általános iskolában lévő és az óvodában lévő gyermekek számára. Van esetleg még javaslat a vegyes ügyekbe, bárki tört. Jó, hogyha a felsorolt napirendi pontokat a tisztelt képviselőtestület elfogadja, akkor ezt kérem képviselőt a társadalmi. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy ha igen. Ugye polgármesteri beszámolóként röviden annyit szeretnék elmondani a tisztelt lakosságnak, hogy első körben szeretném megköszönni a polgárőrségnek a munkáját, amit Mindenszentek során tettek a településért. Azt gondolom, hogy mind a temető környéke, mind a polgárőrség tényleg kiválóan vizsgázott, hiszen nagyon szép állapotba került a temető az eddigi évek szokásához képest, hogy kivilágítása történt, illetve az odalátogatók, kilátogatók már tapasztalhatták az urnafal fejlesztésünket, illetve az urnafal cella kialakításának az eredményét. A mai napra szerintem ez már 95%-os készültségben van. A jövőben megalkotjuk az ezzel kapcsolatos új rendeletünket, szabályozásunkat, és erről majd a tisztelt lakosságot tájékoztatni fogjuk. A fejlesztések tekintetében ugyan már említett temetőfejlesztésünk az szépen halad, ezt ugye a 2022-es évben már le is fogjuk tudni zárni, illetve még a mai napon fogunk dönteni a kastély pincéjének felújításáról. Mivel kapcsolatban majd biztos vagyok benne, hogy a lakosságra is számítani fogunk, szeretnénk majd szervezni itt társadalmi munkát. Szóval még fejlesztés gyaránt a jövőt, illetően a régi általános iskolának a felújításáról, az erről lévő beszerzés is már folyamatban van. Bízom benne, hogy majd az a fejlesztés együtt fog révbe érni a bölcsödének a fejlesztésével. A bölcsöde állapota az szerintem mindenki számára szemmel látható, hogy nagyon dinamikusan megy az építkezés. Ha szerencsénk van, akkor még a december hónapban tető alá kerül az épület, és januárban már megkapja a cserepet is az épület. Így jelenleg a vállalkozó tájékoztatásról nem látjuk veszélyt annak, hogy júliusra elkészüljön az épület és átadásra tudjon kerülni, mert 2023. szeptemberében a gyermekek megkezdhessék majd ott a nevelési évet. A bölcsödénél még ugye egy nagyon komoly földmunkát kellett megvalósítanunk, ott a partot el kellett szedni, annak a befüvesítése, illetve a rögzítés az még meg fog történni ebben az évben. Ugye ott egy nagyon komoly rés van, amit bokrokkal kell ellátni, ahhoz, hogy a vízfolyásokat ugye hektikusan nagy mennyiségű eső szokott azért leesni az elmúlt években, ott megkössük azt a partoldalt, és így biztosítsuk az épületnek a tisztaságát. Foglalkozunk folyamatosan, az önkormányzat is a rezsi válsággal, illetve
az elszabadult árakkal, melyek jellemzik mind az árampiacot, mind a földgázpiacot. Heti méréseket végzünk az önkormányzati épületekben, itt főleg a gázra vonatkozik ez, hiszen az önkormányzat az elmúlt évek fejlesztései során mindig törekedett arra, hogy már napelemrendszert is használjuk, megújuló energiát használjunk. Így nagyon bízom benne, hogy a napelemeink segíteni fognak minket abban, hogy az önkormányzat át tudja vészni ezt a nehéz időszakot. A közvilágítással kapcsolatban várható lesz majd egy olyan részben ez fejlesztés, de inkább költségmegtakarítást jelent, hogy van Zircen egy vállalkozás, aki fejlesztett egy olyan rendszert, amit be tud építeni az elosztókba, és programozható a közvilágításnak a fényereje, illetve az, hogy mely időszakban kell a 100%-os fényerővel működni, és mely időszakban lehet esetleg lecsökkenteni ilyen 30-40%-ra. Ezáltal a közvilágítás, mint funkció, az továbbra is megvan a településen, de lényegesen kevesebb energiafelhasználást fog eredményezni. Ilyen ugye arról lesz majd testületi egyeztetés, hogy ez az intervallum, ez este 11 és reggel 4 óra között legyen, vagy esetleg ettől eltérő időszakban, mert tényleg itt jelentős költségmegtakarítást lehet elérni. A gázfogyasztásnál a jelenleg elérhető árak ismeretében, ami most az önkormányzat számára rendelkezésre áll, biztosítható a működésünk valamennyi intézményünk részére. Ugye a kastélyt azt nincs minden nap nyitva, hanem eseti jelleggel van nyitva, hogy a könyvtárszolgáltást igénybe tudják venni az azt igénylők, ugye egyeztetve a könyvtáros kollégával. Fontos még, hogy szeretnénk tartani jövő hét szombaton talán egy adventi kopogtató eseményt, amelyek kapcsolatban majd a meghívókat küldeni fogjuk a teljes lakosság számára, illetve azon a meghívók számára majd az adventi hétvégés események is, melyre természetesen nagy szeretettel várunk minden kedves csetényi lakost. Gyakorlatilag nekem ezzel kapcsolatban egyéb tájékoztatásom nincsen, ugye a lejárt idejű határozatok meghozatala, vagy beszámoló, ugye a beismerődési jelentés elfogadása van, amivel majd foglalkoznunk kell, illetve a Hölgycserkastély délkeleti szárnyának pince felújításának pályázatának elszámolása, és a temető, ugye, amit mondtam, annak a kivételezési ajánlatok kérdése. Szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtestületnek, hogy az itt elhangzottakkal kapcsolatban van-e bármilyen részvétel, megjegyzés vagy kérdés irányomban. Járjunkban. Jó, hogy elfogadják a polgármester beszámolót, kérem kész feltartásra jelezni. Köszönöm szépen. Következő napirendi pont az árasztaltáson kívüli pénzeszköz átadás, átvétel szabályozása, hogy átadnám a szót a munkának, hogy Köszönöm szépen. Ez az előterjesztés, ez arról szól, hogy a MLTV előírja az önkormányzatoknak, hogy különböző áramháztartáson kívüli szervektől hogyan lehet át pénzeszközt, illetve hogyan fizethet ki valamely pénzeszközt. Erre vonatkozóan kell rendelkeznünk egy ilyen szabályozással, ez egy keretszabályozás. Ez eddig is természetesen működött, csak ezt most pótlóratosan meghoztuk ezt a rendeletet igazából. Ez gyakorlatilag ugye azzal egyezik, amit mi régen az volt, hogy évvégén hoztunk egy megállapodást az önköltségvetés elfogadási részletében. Van-e a képviselőtestületnek hozzáfűzve olyan kérdése? Igen. Jó, nincs akkor a készletedéséhez. Nálunk legkönnyedékletig is csak jó. A következő egy hasonló témájú napirendi pont, csak itt a köztisztviselő életmény alap megállapításáról szóló rendelet megalkotását is átadásra kérdezhetsz. Köszönöm szépen. Itt pedig arról van szó igazából, hogy a költségvetési törvény minden évben rendelkezik arról, hogy mennyi a köztisztviselői életmény alap. Hát, ugye ezt
már évek óta, hát 13 éve ugyanaz a 38.650 forint, és ugye, hogyha ettől a képviselőtestület eltérhet, akkor viszont nyilván a helyi rendeletben kell ezt szabályozni. Ez igazából csak egy technikai jellegű dolog szintén, mert beállított szinten vannak ugye a köztisztviselőknek az illetményei. Ugyanezt mondhatom el az illetménykiegészítésről is, mert ugye a felsőfokú képzetteknek a köztisztviselői törvény alapján meg kell állapítani ugye ezt az illetmény kiegészítést, de ezt a mostani jelenlegi bérük tartalmazza, tehát igazából ez most nem jelent semmilyen emelkedést a költségvetés számára, csak ugye mivel véletér az illetmény alap a központi költségvetésben meghatározott, ezért kell külön helyi rendeletet elfogadni róla. Ugye ehhez kérjük a képviselőtestület támogatását. Van esetleg kérdés? Nem tudjuk kérni képviselőtestület azóta. Köszönöm szépen. Következő napirendi pont, ugye a Holicser kastély délkeleti szárnyának pince felújítására kívül pályázat bírálata. Ugye elkészített tavaly magyar program keretén belül pályáztunk a Holicser kastély alatt található két pincének a felújítására, melynek eredményeképpen ugye a pince felújításnak egyik elme a régi boltozat hiányának pótlása, a felületek megtisztítása és a mellékletek stabilizálása. Elérendő cél az, hogy a boltozatot nagy felületen történő nagyú megtartás valósulja meg. Ugye a meglévő feltöltött földpadlót, illetve tömörít a tárgyazatra padlásboltból tégla nyárófölet is kialakításra kerül, és kialakításra fog kerülni majd korszerű LED-es lámpatestekkel világító berendezések elhelyezése is. Ugye erre tavaly évben a Magyar Fogyóprogram keretében 20 millió forint, bruttó 20 millió forint támogatásban részesült településünk, mely azért a mai árakat figyelembe véve azt gondolom, hogy egyébként szóval aggasztó, hogy ennek a megvalósítását ezen költségvetésben most fogjuk tudni megoldani. Kértünkbe ajánlatot ugye a képviselőtestület felhatalmazott, erre kértünkbe ajánlatot több vállalkozástól, és legtöbb ajánlatot az egyik helyi vállalkozás adta, a feladat végrehajtását is meg fogja valósítani. 15.747.850 forint plusz áfa értékben. A projektnek a megkezdése az a szerződéskötés követően fog történni. Itt az önkormányzatnak azért ezzel még lesz egy költsége, mint a bent lévő, hát régóta megőrzött lámpák, WC-csészék, tetőlécek és hasonlóknak azonnali elszállítása, elhelyezése, akár ingyenes átadása a lakosság számára, aki azt kéri, és megsemmisítése természetesen, hiszen ott olyan, még a kastély felújítása előtt, felújítások során leszerelt termékek, tömkelege található a kastélypincében, illetve ugye az IASZ Egyesület jelenleg ugye ott nekik az eszközeik ott vannak, de azt nem használják most már szerintem 2 vagy 3 éve. Ott az IASZ Egyesület elnökével majd erre egyeztetek, mert onnan a kiköltözés azon is biztos, hogy feladat. És ugye maga az IASZ-ok a hobbiuk gyakorlását azt kültérésnek tudják tenni, de ugye van egy olyan tervünk is, és reményeim szerint a 2023-as évben már elkezdődhet majd annak a fejlesztése, hogy egy lőtér berendezése ott a műtétes focipálya mellett a megfelelő szabályok betartásával, amit mind az IASZ-ok, mind a sikeres lövészklub tud majd használni. Igen, Zsolt? Hát jó, hát a lövészklubnak ott volt olyan történet, amiket szerelek padló. Azok ott vannak. Ott vannak. Tudod, majd el kell helyezni tűzoltószer, tehát ami a lövészklubé, az a lövészklubé, annak a megsütés, az nem tudom, hogy nekik majd most kell-e. Hát az anyag sokba kerül. Jó, és azt mondom, hogyha fel tudjuk használni. Persze.
Igen, azt mindenképpen majd beteszik a tűzoltószertárba, de tényleg olyanokra gondolok, hogy talán még emlékeztek a felújítás előtt a kastélyban voltak azok a régi lámpák. Nem is ilyen régi, csak annak idején, szóval a 90-es években biztos, hogy volt, azok is oda vannak lehordva. De szó szerint az új WC csésze is oda van lehordva, ami 3 évig használtak, és na, minden. Ezeknek a megsemmisítés azt szerintem időszerű, onnan ezeket ki kell pakolni, ez egy nagyon komoly feladat lesz. Majd ezt valószínűleg, hogy kérjük a lakosság aktív közreműködését is ott a kihordáson, mert azért az nem lesz egy egyszerű feladat, főleg úgy, hogy óvjuk meg a felújított kastélyt. Ugye egyszerű lesz a közlekedési útvonal, hiszen ott pont van ajtó is, de ez lesz feladat. Jó? Szeretném kérni a tisztelt képviselőtestület hozzájárulását ahhoz, hogy a változási szerződés megkötessem a nyertes ajánlat előnyben. Van esetleg kérdés? Ha nincs, és a képviselőtestület határozati javaslatot elfogadja, akkor kérem készbefogásolhoz. Hát igen, köszönöm szépen. Oké, közmeghallgatás időpontjának meghatározása. Ugye minden évben a településnek be kell számolni a nyilvánosságnak az elvégzett feladatairól, azoknak végrehajtásáról, és a javaslatunk az az, hogy a közmeghallgatás tervezett időpontja az 2022. december 7. napja legyen és 17 óra. Ennek a közmeghallgatás helyszínéül szerintem vagy az önkormányzat hátsó helységét, a régi házasságkötő helységet fogjuk megjelölni, vagy esetleg, hogy olyan érdeklődést fejt ki a lakosság részlet, a kastélynak termét is meg lehet ezzel kapcsolatban tölteni. Az eddigi 7 év tapasztalata az, hogy itt is el fogunk férni. De én igyekszem azért olyan többlettémákat is behozni a közmeghallgatásra, ami reményeim szerint majd egy kicsit megmozgatja a lakosságot, és érdeklődve eljönnek a beszámolóra. Szerintem nem az utolsó beszámoló ennek a testületnek, azon 2023-ban lesz, de mégis jó, hogyha az érdeklődő állampolgárok első kézből hallják az információkat, és nem másoktól, esetleg az információtorzulás veszélyére. Jó, nem tudom, hogy a képviselőtestület számára ez a december 7-7 óra mennyire elfogadható, tudják megoldani. Kell kikérő a munkahelyről. Igen. Jó. A rendőrséget is erről tájékoztatjuk, mert az IC kapitányság is ekkor fogja megtartani a fórumát. Jó, hogyha elfogadható ez időpont, akkor kérem készletetését. Köszönöm szépen. Jó. Következő napi rendi pont, ez az igazgatási szünet rendelése. Ugye jeleztem az előbb a polgármesteri beszámolóban is, hogy folyamatosan foglalkozunk azzal, hogy a rezsiköltségek szinten tartása gyakorlatilag települési működésének megtartása a kapcsolatban folyamatosan intézkedéseket hozunk. Az egyik ilyen intézkedés, ami jelentősen fogja tudni csökkenteni, ugye legalább egy 10-12%-ban a rezsifelhasználásokat, az az, hogy a polgármesteri hivatalnak a dolgozói számára minden héten pénteken úgynevezett home office, otthoni munkavégzést rendelünk el. Az elmúlt 2 hétben kialakításra kerültek azok az infrastruktúrális fejlesztések, amelyen valamennyi kolléga otthonról, laptopon az adatszolgáltási feladatait el tudják látni, a bejelentkezéseket a kormányzati rendszerben meg tudják tenni, tehát gyakorlatilag felkészítésre kerültek mind a kollégák, mind az eszközök. Ugye az ügyfélfogadás az a jövőben úgy fog megvalósulni, hogy a 2 napon lesz ügyfélfogadás az önkormányzatán, hétfőn és csütörtökön várjuk a lakosságot az esetleges kérdéseinkkel, panaszainkkal, ahogy fordulhatnak majd a kollégákhoz, és igyekszünk az eddigi színvonalon tanácsot, illetve megoldást biztosítani a számukra.
ez a home office elrendelése a fűtési szezonra fog vonatkozni, ezt átlistom, amennyiben a külső hőmérséklet ezt lehetővé teszi, illetve az épületek olyan mértékben fel, az épületek fűtése már nem lesz szükséges, akkor ezt a home office-t is megszüntetjük, mert én is azt szeretném, hogy a kollégáknak látom, és itt vannak, ha más nem távolnak. Jó, van esetleg ezzel kapcsolatban kérdés? Jó, hogyha nincs is elfogadja a tisztelt testet, ezt kérem készletartásra lehet. Köszönöm szépen, hallgatok. Ugye a következő beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról. Ugye minden évben december 5-ig van lehetőség arra a képviselő testületeknek, hogy a helyi adókkal kapcsolatos módosításokat megtegyék, illetve új adónemeket vezessenek a települések életében. Adót csökkenteni bármikor lehet, emelni viszont csak december 5-ig, amely a következő évben ugye a jogerőben emelkedik, hatályossá válik. A Csepp-Ügyvösség önkormányzata újabb adónemek kivetését nem tervezi, most ugye december 5-ig határik, hiszen minden olyan adókkal kapcsolatos módosításokat az év ezelőtti időszakában már meghoztunk, ugye akár ilyen az iprőzési adóval kapcsolatos módosításunk, illetve ilyen volt a kommunális adó bevezetésével kapcsolatos módosításunk. Ezeknek hatályban a lépés ugye január 1 lesz, hát függetlenül nekem újabb adókkal kapcsolatos javaslatom az nincsen. A tisztelt képviselőtestület kapott egy tájékoztatást arról is, hogy milyen, hogy alakult eddig a 2022-es adó bevételünk. Látszik, hogy tartom még jól lett a gazdaság, a 2023-ban meglátjuk, hogy a 22 hát milyen eredmény van. Ez nagyban hozzásegít minket ahhoz, hogy a működésünk új stabil legyen most. Jó? Esetleg kérdés? Jó. A tisztelt képviselőtestület arra, hogy kérdezik, hogy akkor kérem készletetésre jönnek. Köszönöm szépen. A következő napirendi pont az egy egyéni támogatási kérelem, ami érkezett hozzánk. Ugye itt az egyik szülő, kinek gyermekei ugye kimagasló sportteljesítményt, illetve nincsenek az adatok benne, úgyhogy igazából most ezt azt mondjuk, hogy zsebből szeretnénk kifizetni, és vagy általános tartalék ennyire, én arra értem. Azért került a... Jó, én hogyha tehetek olyan javaslatot, hogy ezt szeretném már tenni az átülésbe, és az átülésben még fel tudok venni még egy pontot. Jó? Ha a testület elfogadja, akkor ezt a napi rendi pontot elsőjük az átülésbe. Jó? A mai nappal kapcsolatban nekem újabb mondandó valójában nincsen, talán még annyit közölnék, hogy a sikerült megoldanunk azt a problémát is, hogy a ugye említett régi iskolában működött az edzőterem, a konditerem, amelyet Komenda Patrik, ugye, hathatós közreműködésére, illetve Galvas Zsolt képviselőtársunk támogatásával átköltöztettek a régi edzőirakásba. Szépen ezt kitakarították, gyakorlatilag letestették az eszközöket, és akkor a Patrik felelősségével a maga ez a sportolási lehetőség elérhető a településen. A nyitvatartási időt azt majd még pontosítjuk, ide is természetesen várjuk a sportolni vágyókat. A fűtés az 15 fok, aktívan kell sportolni, hogy senki ne fázzon. A világítás ledes, tehát többletköltséget minimálisan fog eredményezni. Jó, nagyon szépen köszönöm a részvételt a testületülésen, és a rendesülést akkor ezzel bezárjuk. Köszönöm szépen!